Egyébként számos futóversenyünkön jelen volt, és számos díjat is sikerült már elvinnie. Második helyezett kenguru tagja a Bólya Richard úr, aki szakközépiskolás éveit taposa, és evezni jár egyébként, tehát ő nem futó, hanem evezős, és itt lenne a Dunán, lapátolgatja a vizet, nagyon derekasan, és azon kívül néha egy kicsit még az izmait is erősíti konditeremben. Nagyon, meg egyébként én is meglepődtem, hogy ilyen jól futott Ricsi, mert őt már születése pillanatától kezdve ismerem, most ennek nem boldog, hogy elmondom, de már attól a naptól kezdve, hogy meglátta a napvilágot. Úgyhogy még egyszer külön is gratulálok neki. Első helyen végzett. Hát őt azért itt a kerületben nehéz megfogni, azt kell, hogy mondjam, teljesen mindegy lett volna, hogy most 1000-en vagyunk, vagy 2000-en. Nem biztos, hogy nyert volna, de nagyon-nagyon ott lett volna az élen. Ezt az előző nagy létszámú futóversenyeink is tükrözték, amik az elmúlt fél évben voltak. Ami pedig a nagy versenyeket illeti a Samsung futás, ami nemrégből ott is 5. helyet sikerült a felnőtt kategóriába kihasználnia, sikerült elérnie, és ahhoz képest ő még azért nagyon fiatal, mindössze 16. életévét tapossa. 15, jó, 15. A Kossuth Lajos gimnázium tanulója, az Erzsébeti Kenguru Sportklub oszlopos tagja, Lipai Balázs. Gratulálunk, Balázs! A fiúkat egy kicsit hagyom a színpadon, fotózzátok meg ilyesmi, addig még elmondom, hogy a kenguru